Magyarországon 33 éve ünnepeljük a Semmelweis napot, 13 éve a Magyarországgyűlés július 1-jét a magyar egészségügyben szabad nappá nyilvánította, mely elismerése az egészségügyi szakdolgozóknak. Ezen a napon, illetve ezt a napot megelőző napokban megemlékeznek Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, és díjakat adnak át szakdolgozóiknak, mondta Szekeresné Izsák Margit területi elnök. A mai programunkon is a kézmosás, illetve a kézfertőtlenítés jelentősége egy előadás formájában meg fog jelenni, vagy megjelenik itt a mai napon, amely egy kicsit útmutatót ad a továbbiakban a jelenleg egészségügyben dolgozó szakembereknek. Ennek a kiemelt jelentősége akkor vált igazán hasznossá, amikor a COVID-járvány idején valóban nem csak az egészségügyi dolgozóknak, hanem minden magyar állampolgárnak kiemelt feladata van, és azt gondolom, hogy jelenleg is fontos a kéznek a fertőtlenítése. Az ünnepségen megemlékeztek a 20 éve megalakult egészségügyi szakdolgozói kamaráról. Meghívtuk azokat a kollégákat, akik a szervezésben, a kialakításban és a működtetésben ebben a 20 évben részt vettek. Őnekik emlékplakettet fogunk átadni, közel 30-an veszik át. Semmelweis napi oklevélben 26 kollégát részesítünk, és 10 fő kap kongresszusi részvételi díjra elismerő oklevelet. Új díjat alapította a területi szervezet. A hallgatói feedbackek a szakképzőiskolában a hallgatói feedback alapján a kiváló gyakorlóhely címet adjuk át elsőként. Ezt a szívgyógyászati klinika fogja megkapni, ezt az emléktáblát. Kiváló gyakorlati oktatói díjat kapott elsőként Meister Péterné gyakorlati oktató, aki éppen 45 éve végzi hivatását. 1980 óta dolgozok a Pécsi Urológia Klinikán, 5 évig mint háromműszakos ápoló, majd pedig több mint 10 évig osztályvezető főnővér, utána 20 évig klinika vezető főnővér, majd 18-tól koordinációs ápolás szakmai igazgatóhelyettes, és igazából teljes mértékben átvettem az oktatást, ami nem csak gyakorlati oktatásból áll, hanem elméletiből is. Nagyon sok tanuló jön hozzám, nem csak ápolók, hanem gyermekápolók, mentőápolók, műtőszakasszisztensek, aneszakasszisztensek, gyógyszertári szakasszisztensek és fogászati asszisztensek. A Semmelweis napi ünnepségnek a Baranya vármegyei közgyűlés díszterme adott otthont.